A lopás alapú kormányzás újabb ékes bizonyítéka keveredett elő. Állampolgárok hívták fel a figyelmünket egy árverési hirdetésre, ami arról szól, hogy ami Batonyán került kifüggesztésre. Az érintettje ennek az árverésnek egy Fiat Ducato, ami Simonka György képviselő úr tulajdona. Ami ezt végül nem kelt el, 1 millió forintért kínálták, de ezt nem sikerült eladni. Ami érdekesebb, hogy készítető kezesség tartozás címen bírósági végzés alapján történt, a fennálló tartozás 250 millió forint és járulékai. Most ez egy 2015-ös dolog, ezért azt gondoljuk, hogy a képviselő úrnak ezt a vagyonnyilatkozatába fel kellett volna tüntetnie. Ennek mi a nyomát sehol nem látjuk. A másik, hogy miután ő is az egyik képviselő, akit majdnem hogy segélyezése szorul, az is érdekelne bennünket, hogy mondjuk az a bank, ami nyilván ebben az anyagban megvan, amit ki is osztunk, hogy adhatott úgy 250 millió hitelt valakinek, hogy itt a készítő kezes egy olyan képviselő volt, akinek nulla jövedelme van. Ugyanis 2 éve már nem is őstermelő, és a képviselői tisztelt díj pedig nem fogadható el fedezetként. Erre több példa volt a képviselő társaimnál, akik jármű hitelnéhez nem fogadták el a tisztelt díjat, ugyanis az nem számít jövedelemnek. Ez egy nagyon érdekes dolog, és úgy látjuk, hogy nem nyugszanak el ezek a urak. És az is látszik, ez a Györfi Balázs úrta is, illetve most ugyanígy, hogy ez a két úr például a sofőrét használt a Strómannak felszerzéshez. Ez a Györfi Balázs vagyonosodása kapcsán nem került elő, de a tulajdoni lapokból világosan látszik, hogy ő úgy jutott közel 150 hektár földterülethez, egy némettől elvett földterülethez, amit a zsebszerződések okán valamilyen módon el sikerült tőle megszerezni, hogy először a sofőrje vette meg, az is izgalmas, hogy hogy kaphatott ő ehhez 160 millió forint hitelt, nulla jövedelemmel. Majd ő belecserélt ebbe 2014-ben, még a régi földtörvény szabályai szerint egy négyzetmétert minden egyes táblába, ez egyébként a vagyonnyilatkozatából is nyomon követhető, illetve a tulajdoni lapról egyértelműen leolvasható. Majd ebben az évben már élt az elővásárlási jogával, ugye az új földtörvény szerint a helyben lakó szomszédnak van elővásárlási joga, és megvásárolta ezt a földterületet, úgyhogy nyilván a hiteltartozást átvállalta. Ugye ez az a hiteltartozás, aminek a fedezetét nem nagyon látják egyelőre a kutakodók, hiszen bevallott őstermelő jövedelme 400 000 forint. Én nem vitatom, hogy azokból a földterületekből, legalábbis amit azonnal használatba vehet, mert ez egy például, úgy tudom, hogy egy olyan, előbb-utóbb realizálódhat annyi jövedelme, hogyha ezt profi módon végzi ezt a tevékenységet az aranykalászos tanfolyamával, hogy valamilyen szinten majd ez visszafizethető lesz, de ez egy magánföldterület megvásárlása, itt nincs állami kezességvállalása visszavételre. Tehát ezért érdekes, hogy ő például, hogy először is a sofőr hogy kaphatott ehhez, annak idején 2 évvel ezelőtt 160 millió hitelt, most pedig az is érdekes, hogy a képviselő úr hogyan kaphatott ehhez a magánföldvásárláshoz, ami nem az állami keretek között volt, ekkora hitelt. A Simonka Györgynél az is azért mondtam, hogy a sofőrök hetez, ugyanis ezen látható képen, meg aztán van még ilyen, majd ezt tudunk küldeni, egy olyan ház látható, ahol elvileg 3 éve laknak. Ugyanis a Simonka úr sofőrje 100 millió forint értékbe vásárolt mezőegyesen földet, erre a lakcímre bejelentve. Azt tudom is mondani, ez Mezőhegyes Kamarás Puszta Major 20. Hát az nyilvánvaló, hogy itt senki nem lakik, nem hogy 3 éve, hanem 20 éve nem lakik. Ezért az is izgalmas, hogy egy edző hogy adhatott ki ehhez igazolást, az árverésen való részvételhez. Nem ez az egyetlen ilyen szereplő van, nagyon sok van még, akiket strómanként használt, de ez a legbeszédesebb talán egy ilyen állandó lakhelyjel, vagy egy ilyen telephelyjel, ami minden csak nem egy normálisan működő major. Úgyhogy én azt követelem most már, akkor nem csak a Györfi Balázstól, akinek szintén van még szerintem elszámolni valója ezzel a tulajdonszerzéssel,
hogy tegye tisztába a dolgait, mert erre nem elég válasz az, hogy az ő esetében, hogy hát ő neki meg lesz erre a fedezete, az is érdekel, hogy miért kellett beiktatni a sofőrét ehhez a tranzakcióhoz. Mit akart ezzel elérni? Hogy mi volt ezzel a célja? A másik, hogy Simonka úrnak pedig arra kellene világos választ adni, hogy kinek és milyen módon vállalt kezességet 250 millióra, és hogy ez úgy kimaradt ez a tartozás, mert ide van írva erre a papírra a vagyonnyilatkozatából, hajlandó-e ezt korrigálni, és hajlandó-e a nyilvánosság elé állni, hogy ezt tegye tisztában, mert én azt gondolom, hogy ez egy nagyon veszélyes történet. Van még egy érint dolga, hogy erről kapott értesítést a Pusztotlakai Község polgármesteri hivatala is, amit nem értünk, meg hát még néhány személy, de ez rajta van a papírokon, ez egy nyilvános papír, tehát ez bárki hozzáfér, hogy nem tudjuk, hogy a gazdasági tevékenységével függ össze ez a történet, vagy mivel, de minden esetre úgy gondolom, hogy egy országgyűlési képviselő nem teheti azt meg, hogy 250 millió forintos titkolózása van. Volt olyan szocialista képviselő, akit ezért vezetőszíjon vittek el, mondjuk a választási kampány kellős közepén, ezt erre külön felhívnám a figyelmet, és talán felhívnám az ügyészség figyelmét is, hogy a helyi kiskirályokra való tekintettel jó lenne, ha körülnézni a Fidesz frakcióba, mert nagyon-nagyon sok információnk van, csak az a baj, hogy az informátorok egy része nem nagyon meri vállalni a nyilvánosságot. De miután ez egy nyilvános adatok, itt ilyenről szó nincs.